A vallásháborúk és felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az Ókortól napjainkig című könyv a magyar és a világtörténelem nagy háborúit, illetve konfliktusait vizsgálja. A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent Őrzők, Vigyázzatok a határa és a Migráció a kora középkortól napjainkig című kötetek méltó folytatásának tekinthető. A népmozgások és határvédelem szempontjainak megismertetése után 24 kiváló történész tesz arra kísérletet, hogy bemutassa az ókortól napjainkig tartó háborúk vallási motivációját és annak szerepét a harcokban. A felekezetek közötti vallási konfliktusok jellemzőit sokrétűen és olvasmányosan bemutató kötet a szakma számára is forrásként szolgálhat, illetve a téma iránt érdeklődők is világos képet kaphatnak belőle az eseményekről. A kötet napjaink migrációjának vallási és politikai következményeinek számbavételével lép át a jelenbe, és egyúttal a jövőbe is. Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban dr. Pósán László országgyűlési képviselőt is, a kötet egyik szerzőjét. Fölmerül a kérdés, hogy milyen napi aktualitással, egyáltalán milyen aktualitással bírhat egy vallásháborúkkal foglalkozó kötet? Jó napot kívánok! Az az érzés, hogy nagyon sok mindennel. Ha megengedi, kezdem ott, hogy nem csak szerző, hanem nyilván szerkesztőként is vagyok itt, és hogy olyan szempontból van közöm ezekhez a kötetekhez, hogy tanult szakmámat tekintén történész vagyok, és kifejezetten középkor kutatással foglalkozom, tehát elsőre még azt is lehet mondani, hogy jó messze van a mai naptól, meg a napjaink történetétől. Tehát egy tanúság szerintem a történelemben mindenképpen levonható. Zárás megjegyzés van egy olyan mondás, hogyha valaki elfelejti a múltat, arra ítéltetik, hogy azt újra átélje, tehát jobb inkább ezt nem megélni. Most a régi korokban számos olyan konfliktus volt, ami egyértelműen vallási indítatású, és adódott a kérdés, hogy mi a helyzet ma. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 18. századi felvilágosodás óta olyan gyönyörűségesen humanizálódik a világ, hogy akkor most már csak a boldog végkifejletet kell várni, és ezek a egykori ilyen vallási megfontolásokból vívott küzdelmeket magunk mögött hagytuk. Most a helyzet az az, hogy ha körülnézünk ma a világban, azt látjuk, hogy ez nem így van. És ezeket számba akartuk venni, hogy azok a konfliktusok, amelyek ma vannak, vallási indítatásúak is sok esetben, természetesen soha nem vetiszták ezek a konfliktusok, hogy csak ez vagy csak az, hanem nagyon sok minden szokott ilyenkor keveredni, de soha nem szabad lebecsülni ezt az elemet, a vallási indítatást. Hogy azokat például kezelték-e régen és hogyan, ha tudták, akkor van-e abból bármi, amit manapság tanúságnak felhasználható, magyarán visszanyúlhatunk-e oda, vagy éppen nem. Nehéz erre röviden és tömören válaszolni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy voltak kísérletek régen is, és az is bebizonyosodott, nem bizonyultak tartósnak. Tehát másképpen fogalmazva a legproblematikusabb konfliktus az emberi történelemben az, amikor vallási alapon vannak ezek a feszültségek, mert ott mindenki meg van győződve a maga igazáról, és csak az az igaz, és minden más ehhez képest az hamis, és az onnantól kezdve nem elfogadható, tehát ezeket borzasztó nehéz közös nevezőre tenni. És a kérdés inkább csak az, hogy felismeri ezt a világ aktuálisan, hogy adott helyzetben ez összefügg vallással, vagy nem ismeri fel. Másképpen fogalmazva, homokba dugjuk a fejünket, és azt gondoljuk, hogy mint a Voltaire Candidjában, hogy ez a világok lehető legjobbika, a létező világok legjobbika, nem ez a helyzet. Látni kell azt, hogy ma azért a világban rengeteg olyan helyzet van, Európában is, Nyugat-Európában is, ahol vallásindítatásból történnek erőszakos események. Hogy ezt mikor minősítjük háborúnak és mikor nem, ez, hát hogy ismét nem is annyira szakmai kérdés, hanem úgy tetszik politikai kérdés. Az látszik, hogy Nyugat-Európa jó néhány országában egyik politikai szereplő azt mondja, hogy ma háborúban állunk, a másik azt mondja, hogy szó sincs róla, mert szerencsétlen menekültekről van szó. De az minden esetre látjuk, hogy bizony a muszlim kultúra, hogy világosan beszéljünk, és az európai világ, amire azt én nem menném állítani, hogy most már keresztény, inkább egy vallástalan, de még így sem fér össze. Tehát az, amit Európa képvisel, hogy tolerancia,
fogadjuk el a másikat, azt meg a másik oldal nem is érti. De nem is érti. Nyilvánvalóan így nehéz együtt létezni, és ez magába rejti a folyamatos konfliktusoknak a lehetőségét. Ez nem volt másképpen régen sem. Annyi volt a különbség, hogy régen körülbelül ugyanilyen logikával viszonyult Európa is, a keresztény Európa a világhoz, mint ahogy most mi azt látjuk, hogy az iszlám világ. A kinyilatkoztatott vallásoknak ez a természete. Amit én képviselek, az egyedül üdvözítő, ehhez képest minden más, azt vagy meg kell téríteni, vagy le kell győzni, vagy ilyen hasonló közbülső megoldás nincsen. Ha ezt elfelejti Európa, akkor ennek komoly következményei lehetnek. Tehát tulajdonképpen, ha ebbe belelapozunk és végignézzük a különböző korokra vonatkozó ilyen-olyan konfliktusoknak a feldolgozását, ez többé-kevésbé azért elég jól előjön, hogy ez így működött, és valószínűleg ma sem fog másképp működni, vagy nem tud másképp működni, már csak a dolog természetéből következően. A különböző korokban az indítékok, a háború kiváltó indítékai változtak, finomodtak, módosultak, vagy mindig ugyanaz volt a kirobbantók? Hát ezt így nehéz megmondani, mert nyilván ahány háború, ahány konfliktus, annyi helyi sajátossága is volt, de mivel volt vallási aspektusa, ilyen értelemben még közös nevezőket is lehet találni. De hát hadd mondjuk egy egyszerű példát, és akkor talán ez kicsit meg is magyarázza. Az európai kultúrában, vagy kultúrákban mindig is jelen volt a háborúnak valamiféle szakrális megközelítése, a szent háború eszménye. És ez nem csak a kereszténységben igaz, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Európa volt egy ilyen megátalkodott gonosz valami, keresztes háborúkat indított, és akkor nem tudom mi minden történt. Odáig menve, hogy még a pápa is elment bocsánatot kérni. Hát szerintem magánvéleményem az, hogy az, hogy a múltban mi volt, és ez egy több száz évvel ezelőtt, és hogy ennek most milyen relevanciája van, hát ez így nagyon erőltetett. Ilyen erővel mondhatnánk, hogy akkor Mongólia mikor kér bocsánatot a tatárjárásért. Tehát tényleg abszurd. No, de minden esetre az biztos, hogy szent háborúkat a kereszténység előtti kultúrák is ismertek. Hát magában a Bibliában, a zsidóknál is megvan, hogy akkor, amikor segítségül hívják Istent, a kánaáni földek meghódításához, ahol annak bizony ára van, és megmondja, hogy az ő segítségnyújtásáért fejében viszony adott város esetében minden élőt, akár ember, akár állat, azt fel kell áldozni az Úr tiszteletére. Tehát ez egy hihetetlenül pusztító ószövetség. A germánokkal kapcsolatban a római források ugyanezt írják le, hogy ha segítségül hívják az isteneket, akkor egyúttal ez egy szent felajánlás is, hogy az ellenfél összes élő erejét azt tulajdonképpen az isteneknek fel fogják áldozni. Egyébként ez történt a Varus féle légiókkal is, időszámításunk szerint 9-ben, ott valahol a Germánia, Teutoburgi erdőbe, hogy akit elkaptak, tehát nem esett el a csatába, a hadifogolyat, azokat utána Odinnak és nem tudom milyen isteneknek feláldozták. Ez is egy szent háború. És ilyen esetben lehet tudni, hogy akkor ott nem fognak foglyot ejteni. De a kereszténységben is megszületik természetesen ez a tartalom. Nem könnyen, mert azért eredetileg az evangéliumok elég pacifisták. Ehhez képest mondjuk egy 1000 évvel később meg mégiscsak lesz keresztes háború meghirdetve. És ugyanez megvan a muszlimoknál is, a dzsihád, a szent háború. Ami nem a Koránban vagyon ugyan leírva, ez kétségtelenül igaz, de a keresztes háború sincsen a Bibliában leírva, hanem ezek a különböző korokban az adott vallás magyarázatára, értelmezésére jogosult testületek és egyházi emberek, papi szerveknek a joga volt. Most az iszlám az évszázadokon keresztül, és tulajdonképpen ebből a szempontból nem változott, a világot két részre osztja. Van az iszlám világa, ez a béke szigete, a béke világa, és van azon kívül a nem iszlám világ, az a háború világa. Akkor lesz a világon Allah akaratának megfelelő béke, hogyha a világon mindenhol az iszlám lesz az általános. Tehát például egy hihetetlen küldetéstudat.
ugyanis meg volt, amikor a kereszténységnél is, tehát itt nehéz közös nevezőre jutni. Ha volt mégis együttélés, mert volt ilyen történelemben, akkor jó, ha tudjuk, hogy az úgy működött, hogy ha a muszlim fennhatóság alatt éltek keresztények, akkor külön adót kellett fizetniük. Ha a keresztény fennhatóság alatt voltak muszlimok, ugyanez volt a helyzet, külön adót kellett fizetniük. És arra keressük például a választ, hogy a Balkánon miért vannak viszonylag nagy számban manapság is muszlimok, és azok nem beköltöző, tehát nem migráns tömegek által odaérkező muszlimokról van szó, albánokról, a boszniai területekről. Hát ez a magyarázat. Ott volt a török 500 évig, külön adót kellett fizetni, ezek szegény területek voltak, hegyvidéki területek. Idő után úgy döntöttek, hogy inkább muszlimok lesznek, és nem kell fizetni egy többletadót. Tehát ilyen egyszerű. Tehát igazából még azt kell mondani, hogy mi még szerencsések is vagyunk. A 150 éves török uralom az ilyen értelemben úgy látszik nem volt elég hosszú ahhoz, hogy nálunk is ez a fajta természetesnek tűnő emberi reakciók bekövetkezzenek, hogy a jobb megélhetés miatt akkor ilyen értelemben hitet váltanak. De itt elég nehéz azért kompromisszumra jutni. A történelmi könyvekben gyakran lehet ilyeneket olvasni, hogy drinápolyi béke, meg ilyen hasonlók. Soha tudjuk, hogy a vallási különbözőségek apropóján a békekötések, idézőjelben soha nem békekötés, az csak fegyverszünet. Tehát békét lehet kötni egy muszlimnak egy másik muszlimmal, egy kereszténynek egy másik kereszténnyel, de egy muszlim és keresztény között évszázadokon keresztül fegyverszünetet kötöttek, ami benne vagy hány évre szól. Lehet ezt a tankönyvekbe úgy beleírni, hogy mit tudom, drinápolyi béke, de mégis ott van azonnal egy fél sorból, hogy ezt nem tudom hány évre kötik. Na most, ha benne vagy hány évre kötik, akkor világos, hogy ez nem egy béke, az egy fegyverszünet. Arról szól a dolog, hogy mind a két fél megpróbálja összeszedni az erejét, megpróbál majd egy fölényre szert tenni, legyőzni, és így tovább, és így tovább. Nem pedig arra, hogy tartósan rendezzük a viszonyunkat, és akkor egymás mellett létezünk. Hát ez sajnos így van. És így volt Európában, a keresztény Európán belül is, amikor megjelenik a reformáció, az azonnal új egyházakat hoz létre, felekezeti egyházakat. Hát ott megint csak nem volt közös nevező. Tehát amikor azt mondja a pápa, mondjuk Lutherre, hogy ő az antikrisztus, a Luther pedig azt mondja a pápára, hogy ez hamis, és igazából nem is keresztény, na ott megint nincs közös nevező. Tehát a legpusztítóbbak pont ezek a vallásháborúk voltak, gondoljunk csak a Szent Bertalanére mondjuk a európai történelemből. Tehát látszik, hogy megint nincsen hosszú-hosszú időn keresztül közös nevező. Olyannyira nincsen közös nevező, és sokáig ez így is volt, hogy a felekezetek közötti házasság Európában, mondjuk egy 18. században egy protestáns és egy katolikus nem tud összeházasodni. Nincs ilyen. Vagy egyiknek, vagy másiknak meg kell változtatni a felekezetét. 19. század második felében azzal próbálják áthidalni ezt a problémát, mert egyik egyház sincs abban a helyzetben. Na jó van, akkor egyefene változtatni. Nincs. Azzal hidalják át az európai országok, hogy bevezetik a polgári házasságot. Ez a helyzet. És csak a második vatikáni zsinat fogja például Luther eretnek mi volt át megszüntetni. Ez már 20. század, második világháború után vagyunk. Tehát hihetetlenül sokáig élnek, és azóta eltelt, hát még azt sem mondom, hogy 100 év, de jó, egy pár évtized ilyen értelemben hamis illúzióval ingat minket, azt gondoljuk, hogy akkor most minden egyik pillanatról a másikra megváltozott, nem változott meg, egyáltalán nem változott meg, legfeljebb a média hang lett hangosabb. Az évszázadok során ezek szerint egy tulajdonképpen kicsit ilyen végeláthatatlan húzavonának tűnik. Az évszázadok során változott bármi is, történt enyhülés, engedette az egyik fél, vagy mára kialakultak-e olyan válaszok, megoldások, amik esetleg a ma vallási konfliktusokra választhat? Hát, hogy kialakultak-e vagy sem, ezt nem tudom. Franciaországban anno a Nantes Ediktum volt egy kísérlet, hogy hogyan lehet egy katolikus többségi országban a protestánsok helyzetét viszonylag megnyugtatóan rendezni. Elsőre úgy tűnik, hogy az sikerült, de azért tegyük hozzá azonnal, hogy ez úgy sikerül, hogy a Franciaországon belül a protestáns vallás ott gyakorolható csak, ahol
a háború aktuális állásának megfelelően, hogy tetszik a status quo alapján, ez volt. Ellenben a katolicizmus meg mindenhol. Tehát nyilván nem két egyenrangon vallásként kezelik. Másik fontos dolog, hogy a protestánsok úgy tudják megőrizni a maguk pozícióját, hogy 200 erődítményt és a saját maguk által finanszírozott protestáns hadsereget megtartják. Tehát ez a biztos. Katonai erővel, ha úgy tetszik, a saját területüket óvják. A francia király igazából azt mondja, hogy jó, én meg nem fogok benneteket megtámadni. Nagyon leegyszerűsítve ez a képlet. De ez egy állam az államban műfaj. Hát nem véletlen, hogy 13. Lajos alatt, Richelieu kormányzás alatt azonnal hozzá is nyúlnak. Ebből lesz egy háború. Dumas három testőrének egyik ismert jelenete, La Rochelle ostroma, és ott tárgyalják meg ugye a testőrök, hogy hogy merre, meddig tovább. Hát ez pont ez a háború, 1628-as háború. Látszik, hogy nem megy. Ott felszámolják ezeket a katonai garanciákat, és innentől kezdve a béke betartása az a kormányzati akaraton múlik. Amit 14. Lajos meg úgy dönt, hogy ez meg is szünteti. 1685 Fontainebleau ediktum, visszavonjuk ez az egész nanti dolgot, és aki nem akar katolikus lenni, azokat egész egyszerűen elzavarták Franciaországból. Hát kb. 200 ezer francia kálvinista távozik el akkor az országból. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy abban a pillanatban megoldásnak tűnt, de egy 100 évvel később már nem volt az. Tehát ezért nehéz megmondani, hogy jó, születik-e megoldás vagy sem. Nem tudjuk. Előfordulhat. Keletebbre azt kell mondani, hogy valami is jobb volt a helyzet. Tehát például a lengyel-litván állam az egy olyan érdekes konstrukciónak számított, hogy a litvánok voltak Európa legtovábbi pogánynak megmaradt népe. Katolikus hitet ugyan felveszik Jagelló alatt, 1386-ban, de a litván nagyfejedelemség nagy része meg keleti, azaz ortodox szláv területre terjedt ki, és ez volt a népesség nagy része. Most ebből az következett, hogy egy lengyel-litván uralkodó katolikusként az egyébként egy hatalmas ortodox populáció fölött is uralkodott, úgy, hogy hivatalosan az akkori egyházi megítélés szerint a skizmatikusok, azaz az ortodoxok, hát azok, hogy is mondjam, nem kedvesek az úr színe előtt, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát ezekkel szemben a katonai küzdelem is teljesen indokolt, legitim, jogos. Hát itt, és mégis ezt valahol el kell fogadni, mert hogyha erővel meg akarják téríteni katolikus hitre, akkor szétesik az egész litván nagyfejedelemség. Ha elfogadják, akkor ilyen legitimációs problémák keletkeznek, és többek között például a konstanci zsinatnak ez egy komoly kérdése volt, hogy akkor most mi legyen. És a konstanci zsinat többek között azt mondja, hát akkor egy ilyen uniós egyházban kell gondolkodni, hogy visszaállítani az egykori keresztény egységet. Megjegyzem, nem sikerült. Ez jóval később majd sikerül a részben csak, hogy az ortodox világnak a nyugati peremén élők, azok elfogadják a pápa főségét, ezekből lesznek az úgynevezett görög katolikusok. De ez egy jóval későbbi műfaj, és nem az egész ortodox világot érintette, ez csak egy ilyen szűk sáv durván a litván határoktól le a román területekig, egy ilyen zóna, nem több. Hát ez sem volt megoldás, ha szabad így fogalmazni. De fordítva azért igaz, hogy például Litvániában meg körülbelül 1000 tatár családot letelepítettek, akik meg megőrizték a muszlim hitüket. Tehát, hogy most mivel van előnye, hát nehéz megmondani. Ilyen esetben egy más hitű populáció, lásd tatárok Vilnius környékén, azok kifejezetten a fejedelem jóvoltából létezhetnek, nyilván nem tagjai a keresztény társadalomnak, ergo a fejedelem leghűségesebb, leglojálisabb támogató erejét jelentik, egy szűk katona réteg, aki csak a fejedelemhez kötődik. Tehát volt ebben egy ilyen politikai logika, ezt nem vitatom, de ez egy kiszolgáltatott közösség a többséghez képest, mert mások a létszámarányok, és ilyenek a jogi viszonyok.